Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Két hete először ma ismét 5000 fölé ugrott az újonnan diagnosztizált koronavírus fertőzések száma, az elmúlt héten pedig több fertőzést jegyeztek fel, mint a megelőző hét napon. Ha egy mondatban akarnám megfogalmazni azt, mondhatnám, hogy elkezdődött a járvány hatodik hullám, amelyet az Omikronhoz tartozó BA2-es változat okoz. Ennek ellenére azonban önfeledten éljük az életünket, örülünk, hogy vége a korlátozásoknak, vagy éppen utóbbi miatt mutatnak ismét más görbét a járvány számok. A választ megadja a 24 pluszban már többször is megszólaltatott neves erdélyi szakember, Fejér Szilárd kémikus kutató lesz a vendégem, a műsor második felében pedig ennél földhöz ragadtabb, vagy ha úgy tetszik, kézzelfoghatóbb, pontosabban kiszagolhatóbb témát hozunk, a levegőminőségről fogunk beszélgetni. A téma aktualitását az adja, hogy több hír is megjelent azzal kapcsolatban, hogy az ukrajnai háború jelenleg veszélyezteti Románia levegőjének a minőségét, amit a hatóságok cáfolni voltak kénytelenek. Fülöp Loránd, az Országos Környezetvédelmi Ügynökség vezetője lesz a vendégem. Tartsanak velem! Fejér Szilárd kémikus kutató, a 24 plusz vendége. Jó estét kívánok, köszöntöm! Jó estét kívánok! Az Egészségügyi Minisztérium mai összegzése szerint 5140 új esetet regisztráltak, amely több mint másfélszerese az utóbbi két hét átlagának. Az elmúlt héten 24480 új esetet diagnosztizáltak, és a halálesetek száma is körülbelül ezt a tendenciát mutatja. Felvezetőben azt mondtam, hogy BA2-es változat. Mit kell tudnunk erről? A BA2-es változat is az Omikron családba tartozó variáns, a téli januári hullámot az Omikron BA1-es változata okozta. Néhány mutációban jelentősen eltér az Omikrontól, viszont néhány mutációban igenis megegyezik vele. Mindenképpen arra kell számítani, hogy hasonló tüneteket okoz, kicsit jobban terjed, kicsit ügyesebb, kicsit kisebb az inkubációs ideje, és a megváltozott viselkedési, társadalmi viselkedési helyzet miatt is kezdődhetett ez a hullám, tehát több faktor játszik ebben szerepet jelenleg Európában. Azt olvastam, hogy mintegy 30%-kal fertőzőbb, vagy nagyobb a fertőző képessége ennek a változatnak, mint a már ismert Omikron változatnak. Ezzel függ össze, vagy pedig a megváltozott társadalmi szokásokkal, amiket ön itt említett, konkrétan azzal, hogy így egyből feloldotta a korlátozó intézkedéseket március 9-én a kormány, és ahogy a felvezetőben is említettem, itt elkezdtük önfeledten élni azt az életet, amit két évvel ezelőtt abba hagytunk. Hát azért március 9-e előtt is már nagyjából mindenki elfelejtette ezt az egész járványt, vagyis úgy tettek, mintha nem létezne, tehát a maszkviselést nem vették komolyan, az emberek zsúfolt helyekre nagyon simán el tudtak menni, nem volt olyan megszorítás, amit tényleg nagyon komolyan betartattak volna. És ezért azzal, hogy megszüntették ezt az egész, tehát az összes megszorítást, ezzel elősegítették, viszont már maga a társadalomnak is annyira elege volt ebből az egészből, hogy nem várhatták el valószínűleg a társadalomtól, hogy ezt még tovább tudják tartani. Hát nyilván van a pandémiás fáradtság, vagy megtanultuk most már azt, hogy létezik egy olyan, hogy pandémiás fáradtság, de hogy az elmúlt két évben nem kellett volna mást is megtanulnunk? Tehát nem csak szakszavakat, nem csak vírusvariánsoknak a nevét, hanem azt is, hogy hogyan lehet hatékonyan, hatásosan védekezni a kór ellen.
de természetesen a felelős viselkedést azt igazán illet volna megtanuljuk, de a felelős viselkedés az azzal is kezdődik, hogy az oltást azt nagyon komolyan kellett volna venni, az oltás kampányt nagyon komolyan maximalizálni, és a kormány kihúzta az oltás kampány alól a szőnyeget azzal, hogy nem tette kötelezővé a zöld igazolványt az össze, ennek pedig meg is lett a bőtje, az esetszámokban láttuk, hogy mit okoz az, amikor nincsen beoltva az idősebb korosztály, főleg az idősebb korosztály nagy része. Tehát még mindig a halálozási mutatókra az omikron járvány alatt nem lehetünk büszkék, hogyha összevetjük olyan országokkal, ahol tényleg komolyan vették az oltást, például Angliával. Az oltást egyébként most már én azt tapasztalom, hogy lassan elfelejthetjük, tehát egyáltalán nem beszél róla, már a sajtó sem, vagy az írott sajtóban is csak elvétve jelenik meg, és inkább olyan cikkeket olvasni, hogy oltóközpontok zárnak be. Ez jó? Meg lesz ennek a bőtje? Hát ez semmiképpen sem jó, de ez mondjuk úgy, hogy egy olyan következmény, ami magától értetődik. Tehát az oltás kampánynak meg volt az ideális ideje, amikor immunizálni lehetett volna a lakosságot. Most az omikronnal nagy részt okafogyottá vált az oltás kampány forcírozása, pláne mert az emberek látják, ugye, hogy nem tudnak különbséget tenni az között, hogy mi a külön, hogyha valaki be van oltva és megfertőződik, és illetve nincs beoltva és megfertőződik, ezt nem látják a kettő közötti különbséget, pedig igen, igen jelentős, ha a kórházi beutalásokat, illetve az intenzív osztályra kerülő betegeket nézzük, tehát azoknak még mindig a 80-90%-a nincsen beoltva, halottaknak a 80-90%-a nem volt beoltva. Nem csak mi vagyunk abban a helyzetben, amiről itt beszélünk, hogy nőnek az esetszámok. Hans Kluge, az Egészségügyi Világszervezet európai részlegének a vezetője ma a Moldovai Köztársaságba látogatott, és ott mondta azt, hogy Németország, Nagy-Britannia, Franciaország, valamint Olaszország azért szembesül a járványgörbe felemelkedésé, vagy felfutásával, mert brutálisan vezette be a lazításokat. Tehát, és nyilván nem azt mondom, hogy ez meg kell, hogy nyugtasson minket, de máshol is, nálunk okosabb társadalmakban is, mintha benézték volna ezt az egészet. Az esetszámokat nézve igen, viszont a kórházbontalások, illetve a halálozások száma még mindig olyan, hogy ezek az országok elbírják. Na már most mi is elbírtuk az omikron első hullámot, tehát valószínűleg elbírjuk a mostani hullámot is, a hatodik hullámot. A kérdés az, hogy mennyi az a rizikó, mennyi az a haláleset, amire azt mondjuk, hogy hát ez még belefér. És szerintem az omikron hullám alatti extra halálozás, vagy többlet halálozás az egyáltalán nem fért bele, de a döntéshozók szerint ez még belefér, és akkor valószínűleg így hagyhatjuk az egészet mindenkinek a saját belátására bízva. Ha szeretné magát, illetve a családját védeni, akkor beoltatja magát, ha nem, hát pedig akkor így jártak és vállalják a rizikót. Ha már itt az elhalálozási rátánál tartunk, akkor azt olvasni, hogy Hongkongban igencsak szedi az áldozatait ez a BA2-es változat. Ez annak tudható be, hogy alacsony az átoltottsági ráta, alacsony a természetes módon megszerzett immunitás, vagy pedig nálunk is ugyanez várható? Mindenképp Hongkong külön speciális helyzetben van a nagyon szigorú megszorítások miatt. Eddig teszteléssel és lezárásokkal kordában tudták tartani a vírust. Ott rontották el az egészet, hogy nem erőltették jobban az idősebb, illetve a veszélyeztetett populáció beoltását, és ezért van az, hogy azoknak a fele, a veszélyeztetett populációnak a fele egyáltalán nem találkozott még a vírussal, és akkor egyből szembe jön egy nagyon ragályos vírus, és hiába okoz általában ennyi tüneteket, az eredmény egy csomó halott, hogyha van egy csomó fertőzött is. 2019. decemberében még
Volt, aki mosolyogva, volt, aki fejcsóválva figyelt Kínára, ahol egész nagyvárosokat zártak be. Most ismét ez történik Kínában, hogy több millió lakosú városokat zárnak be. Ez intőjel kell legyen számunkra is, és mégiscsak meg kell fontolnunk pandémiás fáradtság ide vagy oda annak a masznak a felvételét, illetve a zsúfolt helyeknek az elkerülését? Persze a maszkviselés, illetve a zsúfolt helyek elkerülése az olyan dolog, amit bárki megtehet, és jó is, ha megteszi. A lezárások már biztosan lesznek úgy, mint Kínában. Kínában még mindig az van, hogy a lakosság, illetve a fogékony, a veszélyezett lakosság nagy része még mindig őket úgy kell védeni a lezárásokkal, mert az oltáskampány sem ideális. Nálunk azért volt egy csomó fertőzött, és van egy csomó, aki így vagy úgy, de kapcsolatba került a vírussal, vagy a védőoltással, és ezért valamennyire védve van. Tehát nem számíthatunk olyan katasztrofális helyzetre, viszont a járványnak akkor lesz vége, ahogy mondják többen is, amikor globálisan vége lesz, és ahhoz egy globális erőfeszítés kell, illetve globális oltáskampány. Ha már itt ott tartunk, hogy mikor lesz vége a járványnak, az Egészségügyi Világszervezetnek a szóvivője pénteken vagy szombaton nyilatkozta azt, hogy jelenleg a koronavírus járványnak a közepénél tartunk, tehát a vég még messze van, vagy ha úgy tetszik, két és fél év letelt a járványból, én ebből azt következtetem ki, hogy van még 2,5 év. Meg lehet jósolni ezt egyébként, vagy csak itt... Ha már felteszik az embernek a kérdést, akkor kell mondani valamit, vagy kell találgatni. Ez inkább tippelési játszma, vagy bejön, vagy nem. Az biztos, hogy a járványnak még nincsen vége. Az biztos, hogy az idén nem lesz vége. De a vírus az már annyi meglepetést tartogatott nekünk, hogy bármi lehet. Tehát jöhet egy még enyhébb variáns, ami jobban terjed, mint az Omikron, és akkor még jobb nekünk. Vagy jöhet egy olyan, amelyik jobban terjed, és jóval durvább tüneteket képes okozni, az már megint nem jó nekünk. Tehát attól, hogy a pandémiában mikor lesz úgymond endemikus vírus, szezonális vírus, ami közben felüti a fejét itt-ott, azt igazából nem lehet megtippelni. Azt egyébként meg lehet jósolni, vagy meg lehet tippelni, hogy hogyan viselkedik a vírus, vagy akkor tudjuk meg, amikor kijött a sorozatos tesztelésekből, egyértelműen meg tudjuk ezt, tehát hogy tippelni egyáltalán nem lehet. Úgy tudjuk esetleg megjósolni, hogyha egy olyan vírusváltozat jelenik meg, amelynek az ősét már ismerjük. Tehát ha mondjuk az újabb variáns a deltára épül, akkor fogjuk tudni, hogy hoppá, a delta az már elég patogén volt, elég súlyos tüneteket tudott okozni, elég nagy arányban tudta ezt csinálni, és akkor lehet, hogy az újabb vírus is ezt képes lesz. De nem lehet ezt ennél jobban megjósolni, és ezért nagyon fontos, hogy az újabb variánsokat idejében felfedezzék, mint ahogy az Omikront is Dél-Afrikában nagyon komoly szekvenálási háttér mellett sikerült idejében azonosítani és figyelmeztetni rá a világot. Mire kell számítanunk zárásként, utolsó kérdésként, erre vagyok kíváncsi, mire kell számítanunk itt Romániában az elkövetkezendő időszakban? Növekedni fognak a kórházi esetszámok, és két hét múlva majd az elhalálozási számok is felfele ívelnek? Így van, mindenképp esetszámnövekedés lesz, a kórházi esetszámnövekedés, illetve a halálozási számnövekedés lesz. Azt meg szintén nem lehet megjósolni, hogy mekkora lesz ez a növekedés, rengeteg faktortól függ, attól is, hogy egyáltalán a kormány lép-e valamit, hogyha tényleg nagyon elszabadulnak a pozitív esetszámok. Tehát egy kisebb, mondjuk kisebb dombból egy nagy hegyig bármi lehet, ami a járványgörbét illeti. Fejér Szilárd kémikus kutatónak köszönöm, hogy itt volt a 24 pluszban és válaszolt a kérdéseimre. Köszönöm én is. Fülöp Lóránddal, az Országos Környezetvédelmi Ügynökség államtitkárrangú vezetőjével folytatjuk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok!
Államtitkár úr, a bombázások miatt Ukrajnában fennáll a légszennyezésnek a lehetősége. Erről számos külföldi, vagy ha úgy tetszik, nyugati jelentést olvasni. De hogy a hazai sajtóban egyre több hír van arról is, hogy Romániát is, vagy a Románia levegőjét is veszély fenyegeti, és ilyen tekintetben a hazai állampolgárok is veszélyben vannak. A Környezetvédelmi Ügynökség monitorozza a levegő minőséget. Mit kell tudnunk erről a hírről? Pontosan a Környezetvédelmi Ügynökség felel a levegőnek a minőségének a monitorizálására, vagy azért. Valamikor pénteken indultak el a hírek. Én azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon oda kell figyeljünk, hogy hogyan beszélünk ezekről a hírekről, ugyanis a sajtó felkapta, viszont a számok nem azt igazolják, hogy van okunk az aggodalomra. Pénteken, amikor Ukrajna fölött, ugye Románia határától kb. 250 km ezt a felhőt, vagy füst felhőt felfedezni vélték különböző jelentések árán, vagyis a különböző jelentésekből, az derült ki, hogy igazából ilyen maga a szénmonoxidról beszélünk, tehát főleg erre kaptuk fel a fejünket, tehát hogy kb. 1,3 mg a koncentrációja per köbméter ennek a szénmonoxidnak a sűrűségének. És azt ugye tudjuk, hogy a törvény az kb. 10-nél, nem kb. Pontosan 10-nél kell aggódjunk, valamint 5 mg per köbméternél kellene komolyabb méréseket, elemzéseket végezni. Tehát annak ellenére, hogy valóban háború van, és ez bizonyos veszélyekkel jár, nagyon fontos az, hogy a tényeket ismerjük és tudjuk, és megértsük, hogy igazából ez mit jelent pénteken reggel, például Szebenben háború vagy bombázások nélkül 1,1 mg fölött volt a koncentráció a szénmonoxidnak levegőben. Tehát hogy ez az érték annak ellenére, hogy ugye ilyen adatok jönnek, nem egy ördöngös probléma. A Környezetvédelmi Ügynökség folyamatosan méri a levegő minőségét, a lakosság követheti valahol a számokat, vagy majd szól az ügynökség, amikor baj van? Természetesen ezt teljesen publikus adatok. Naponta az ügynökségnek a Facebook oldalára is feltesztjük, valamint a weboldalon is megtalálható, de a Facebook oldal az nyilván egy kicsit fogyaszthatóbb állapotban van, már nem a Facebook oldal, hanem ezek az adatoknak az értelmezése. Maga az adatok, tehát úgy kell képzelni, hogy itt van egy nagyobb hálózat, tehát hogy 70 ilyen mérőállomás van különböző szenzorokkal, és természetesen rengeteg, tehát egész pontosan 13 dolgot nézünk a levegőben, 13 adatot mérünk, és ezeknek az adatoknak a függvényében tudjuk, hogy a levegő minősége az milyen. Ugye ezek az adatok óránként jelentve vannak, és ezeket értelmezzük mi. Amelyik pillanatban bármelyik érték megugrik, rögtön tudjuk mi ezt a dolgot, és akkor természetesen publikussá válik az információ. Aki kíváncsibb, vagy ha úgy tetszik, aggódóbb állampolgár, az megfigyelhette azt az elmúlt időszakban, hogy vannak olyan napszakok, és vannak olyan városok, ahol vannak kiugróbb értékek, az imént említette ön Nagyszebent. Ez egyértelműen a forgalomnak a számlájára írható, vagy pedig annak, hogy valamiféle ipari tevékenység van a város, vagy pedig a mérőállomásnak a közelében? Ugye az előbb említettem, hogy 13 szennyező anyagot is nézünk, tehát ez annak függvényében, hogy melyik szennyező anyag fordul elő nagyobb mennyiségben, onnan lehet tudni, hogy igazából miről beszélünk. Természetesen például itt Bukarest környékén éjszaka itt ugye kicsit meg szoktak nőni az adatok, nyilván itt sajnos a szemétügy az nem egy megoldott probléma, és emiatt is lehetnek megemelkedett anyagok, ugyancsak a mai nap folyamán az ország különböző részeiben elég nagy szelet jelentett
az Országos Meteorológiai Intézet, ami azt jelenti, hogy együtt azzal, hogy ugye az elmúlt három hónapban nagyon-nagyon kevés eső volt, és emiatt elég szárazság van, a nagy szél ugye felkapta sok port, szemetet, minden, ami ugye lerakódik. Tehát például, hogyha a mai nap folyamán valaki figyelte az ország déli részt, akár Bukarestet, a PM10 az eléggé megnövekedett valamikor 12 és 3 között, de akkor nagyon fújt a szél, tehát ennek köszönhető. Ugye az autó forgalom is megnöveli ezeket az értékeket, tehát hogy itt elég sok mindent kell figyelembe venni, ezeket természetesen az ügynökség minden órában méri és figyeli, és annak függvényében tudunk döntéseket hozni. Aki esetleg legyintene arra, hogy hát légszennyezettség mi az nekünk, nem vagyunk mi olyan nagyváros, mint Washington, vagy Mexikóváros, vagy a kínai, illetve a japán városok, annak hadd mondjuk el, hogy a múlt szerdán beszéltünk a 24 pluszban arról, hogy hány halálos áldozatot szednek a közúti balesetek Romániában, milyen drasztikus ez a szám. De hozzá kell tennünk azt, hogy a légszennyezettség Romániában még több áldozatot szed, mint a közúti balesetek. Évente 40 ezer ember hal meg Romániában a légszennyezés miatt, és Európában is százezres nagyságrendű számokról beszélünk. Mit tehet Románia annak érdekében, hogy ezt a számot csökkentse? Egyébként az Európai Bizottság már felszólította Romániát még 2019-ben, vagy 2020-ban, ha jól emlékszem, hogy tegyen valamit annak érdekében, hogy az ország levegője ne legyen annyira szennyezett, mert hogy a levegő az, hogy itt Ukrajnáról is beszéltünk, nem ismer határokat, és azért fontos, hogy a mi levegőnk tiszta legyen, mert hogy az átmegy egy másik országba is, ugyanúgy, ahogy a szennyezett folyóink is átfolynak más országokba. Pontosan. Azt hiszem, az egyik legfontosabb dolog megérteni az az, hogy egyetlen egy földünk van, tehát lehet, hogy határok választanak el bennünket, meg a nyelv, amit beszélünk, de ettől függetlenül a föld az ugyanaz, ugyanúgy kell vigyáznunk rá. Azt hiszem, hogy egy jobban komplex kérdés, ugyanis rengeteg változó van benne. Amikor a környezetvédelmi alapnál voltam, ugye akkor ott a roncsautó program volt a nagy kérdés. De azt hiszem, hogy például a roncsautó programon, vagy hasonló programokon keresztül, ami a légszennyezést illeti, a közútból, ami származik, mármint hogy az autók használatából, ami származik, ott lehet jó eredményeket elérni. Ugyanakkor nagyon fontos a szemét problémák megoldása, ugye ezek a szemét lerakatoknak a kérdése. Itt elég súlyos a helyzet, sajnos Románia szinten rengeteg ilyen szeméttelep van, amit be kellene zárni, ökologizálni kell, és nyilván megvannak a procedúrák, el vannak kezdve, tehát hogy folyamatban vannak ezek, de hogy ez is egy elég komoly probléma. A másik kérdés az, és itt is mindenki segíthet, az a tüzeknek a kérdése. Tehát nyilván, nem tudom, ma Bukarestben itt egy ilyen áruház, nem tudom, mi égett le, vagy a teteje elég súlyosott, óriási füst, meg stb. Tehát, hogy itt is oda tudunk figyelni arra, hogy nyilván nem akarta senki leégetni, gondolom, de hogy oda kell figyeljünk, hogy ami tőlünk függ, az lehetőleg ne, tehát hogy ne égessünk otthon szemetet, meg ilyesmit, hogy ezek is mind hozzáadódnak. Tehát, hogy a kérdés nagyon bonyolult, azt hiszem, hogy mindegyik területén lépéseket kell tennünk. Tehát ez akkor azt jelenti, hogy nem csak az államnak a kizárólagos feladata a levegő minőségének a javítása, hanem pont úgy felelősek az egyes állampolgárok is ezért? Pontosan erről beszélek. Természetesen, hogy ami az autókat illeti, ott az állam segít, ahol tud, ahol, nem tudom, adókat vezet be, stb. De hogy tudom én, hogy ezelőtt, nem tudom, 5-10-15 évvel, amikor nekem is az udvaron elég ág, és elég tavasszal levágtuk a gyümölcsfáknak az ágait, akkor azt megnyújtottuk. Ezt nem szabad tenni. Tehát
hogy ez most lehet, hogy rosszul hangzik, meg hogy igazából nem változott semmi azóta, hogy ezt mindenképpen el kell kerülni. Mi is tehetünk ezért, és azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, hogy tudjuk róla. A szállópor koncentrációja egyébként azért is megnövekszik, mert azért is megnövekszik egyébként a szállópor koncentrációja, ezt olvasom legalábbis, mert az egyéni hőközpontokból kijövő gázzal nő ennek a koncentrációja a hazai levegőben, vagy a hazai légtérben. Ezzel kezdhetünk valamit, vagy pedig el kell fogadnunk azt, hogy télen nem fagyhatunk meg? Azt hiszem, hogy ezzel is lehet kezdeni, de ezzel lehet, hogy nem személyes egyénenként tudunk kezdeni valamit. Ugye ugyancsak amikor az környezetvédelmi alapnál voltam, akkor beszéltünk olyan programról, hogy hogyan lehetne megoldani különböző... Tehát, hogy ugye régebben a fűtés az főleg... városokban a fűtés az nem így működött, hogy akkor egy négy emeletes tömbházban mindenkinek saját ilyen hőközpontja volt. Ez így nagyon kényelmes, tudjuk, hogy ez így nagyon kényelmes, de lehet, hogy ami a jövőt illeti, az új építmények, az új épületekben arra kellene odafigyeljünk, hogy ezeket hatékonyosítsuk. Tehát, hogy nem mindenkinek legyen egy kis hőközpontja, mert természetesen akkor egész más adatokról beszélünk, mint hogyha mondjuk lenne egy nagyobb lakó negyednek egy hőközpontja. Tehát azt hiszem, hogy itt egyénenként nem sokat tehetünk, viszont pont erre jók ezek a programok, ugye, amelyek jelennek meg egyre nagyobb számban, ahol kikerülhetjük ezt, hogy mondjuk 10-15 év múlva, nem is őszinte nem tudom a számokat, de mint egy 80%-a vásárhelynek is mindenkinek kis hőközpontja van, és hogy ezt akkor elkerüljük. A légszennyezés és az életminőség javulása, illetve az életminőség közötti kapcsolatról számos felmérést olvasunk. Ezen kívül, hogy ezeket a sajtó közzé teszi, vagy ezeket az ügynökség, vagy ezekre az ügynökség felhívja a figyelmet. Ezen kívül lehet valamit tenni annak érdekében, hogy a hazai lakosság valamennyivel tudatosabb legyen? Itt beszéltünk arról, hogy nem csak az állam tehet, hanem egyénileg is tennünk kell valamit annak érdekében, hogy tisztább legyen a levegő. De hogy hát arra gondolok, hogy lehet, hogy az államnak az a feladata, hogy felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy ő egyénileg mit tehet annak érdekében, hogy tisztább legyen a levegő. Igen, ez abszolút így van. Azt hiszem, hogy ezek a programok, mint például a zöld péntek, ugye, ahol arra hívja fel a Környezetvédelmi Minisztérium a lakosságot, hogy lehetőleg ne használjon autót aznap. Tehát ezek mindenképpen segítenek, mert ugye ezek ilyen tudatosító kampányok elsősorban, de hát nem is tudom, 10 éve jártam, én legalábbis akkor figyeltem fel Angliában, tehát hogy az emberek elmennek szépen a város széléig az autóval, és onnan tehát az autóbuszt, a metrót, stb. Használnak. Tehát ugye azt hiszem, hogy nyilván ez azt jelenti, hogy maga a közszállítás is pontra kell legyen téve minden városban, de hogy azt hiszem, hogy ezek a programok azok, amelyek miatt tehát, hogy mi is tehetünk valamit a légszennyezés elkerülése véget. Tehát, hogy mindenképpen arra kell odafigyeljünk, és én is mindig ebből a szempontból próbálom megközelíteni a dolgot, hogy van 3 gyerekem, ugye, tehát hogy nem mindegy, hogy mit hagyunk nekik. Tehát, hogy problémákat hagyunk, vagy megoldásokat is, legalábbis részben. Zárjuk azzal a bizakodással a beszélgetésünket, hogy talán nem utópia az a példa, amiről itt ön beszélt az imént, hogy Angliában mire képesek az emberek, hogy az autójukat a város szélén hagyják, és nem szégyen a gyaloglás, nem szégyen a kerékpározás, vagy nem szégyen a tömegközlekedési eszközöknek a használata. Fülöp Loránnak, az Országos Környezetvédelmi Ügynökség vezetőjének köszönöm, hogy itt volt a 24 pluszban, és válaszolt a kérdéseimre. Nagyon szívesen köszönöm, és a meghívást. Önöknek, kedves nézőim, köszönöm a figyelmet. Holnap este ismét 24 plusz itt az Erdélyi Magyar Televízióban. Várom önöket, amennyiben a hangom is úgy akarja, legyen szép estéjük. Viszontlátásra!